12. éve kerül megrendezésre itt a Lucázás és Betlehemezés gyerekek előadásában a zsámbéki öreg templomban, ami Zsámbék egyik legújabb hagyománya, de remélem még sokáig meghatározza majd az ünnepre való készülésünket. A Keresztelő Szent János Iskola Központ 12 évvel ezelőtt fogadta el először meghívásunkat, amikor Vizeli Judit második osztályos diákjai jöttek el, és adtak elő betlehemezést a szülők és a családtagok és az érdeklődők legnagyobb örömére a zsámbéki múzeumok hétvégéje második hétvégéjén decemberben. És ez egy szeretett, kedves hagyományá vált a településen, hiszen a gyerekek változnak, a mindig aktuális második osztályosok érkeznek a Keresztelő Szent János Iskola Központból, de a helyszín és az ünnep az állandó itt a romtemplomban. Mit fogunk most a gyerekektől látni, hallani? Két szép régi népszokást elevenítünk fel, a lucázást és a betlehemezést. 25 és 13, szerencsével én nem játszom, valából én fel nem kelek, tűt kezemben nem veszek. A férfi a reggel legelőször áldja meg az Isten ötször. Édesanyám, elszakadt a szoknyám, gyertek lányok, oldjuk meg! Lányok, lányok, még csak azt kéne, hiszen akkor Luca bevágja a tyúkok fenekét. Édesanyám, akkor mit csináljunk? Üljünk jó sokat, hogy a tyúkok jó üdősek legyenek. Süssünk valami, azt is nem mondom, hogy mi. Tízből legyen kereket, töltelékes, jó éves, sodorba tekernek, jóvá vélelnek, sikap, igaz, Lányok, nem lehet kenyeret sütni, mert akkor kővé változtatja a kenyeret. Édesanyám, úgy hallom, hogy már jönnek a lucázók. Lucza, lucza, kicskot, galambolj a kettő, három, szárazdölt ég három, ha nem adnak szalonnát. Szabad-e a kentek becsületes, tisztességes házánál lucázni? Szabad-e lucázni? Szabad! Ennek a gazdának annyi csibéje legyen, mint égen a csillag, földön a fűszál. Ennek a gazdának annyi disznója legyen, az egyik olból kifusson, a másik olba befusson, a harmadikba is mit. Kenteknek annyi zsírja legyen, mint kútban a víz. Ennek a gazdának akkora szalonnája legyen, mint a mestergerenda. Dr. Patika éhen haljon, barmuka zsírtól megfulladjon, a gazdasszony sose lustálkodjon. Kentek lányának akkora nyelve legyen, mint a tepsi, és úgy forogja, mint a nagypénteki kereklő. Úgy legyen! Kentek lányának akkora csicse legyen, mint a bugyogós korsó. Úgy legyen! Tolyanak a lígyok, lúgyok, ha nem folytnak a lúgok, toljanak az asszonyok, lucca, lucca, kicskot, kicskot. Kentek lányának akkora foga legyen, mint a törökhúzó grábla. Úgy legyen!
előfordult, hogy a lucázó fiúkat nem fogadták szívesen, akkor eképpen szóltak. Ennek a gazdának egy csipéje legyen, az is vak legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A magasságos mennyben e nap alászállott nekünk Betlehembe, ki szerény jászolban, egyszerű pólyában fekszik állatok között, nyírkos istállóban. Őt jöttünk most megünnepelni, angyalokkal együtt néki énekelni. Dicsérem az Istent! Elnézésüket kérem, hogy e házba engedély nélkül beléptem. Nem csak magam vagyok, társaim is vannak, akik nem minden bokorban akarnak. Kérdik az urak, ki vagyok, mi vagyok? Híres derék pásztorlegény vagyok. Betlehemből jöttünk, Betlehemet hozunk. Az urak engedélyére beszabad-e mutatni? Beszabad-e mutatni? Beszabad! Ki az ki? Nem, ki, inkább bele-be. Szabad? Szabad! Szakad a nyakad, hújon ki mind a 32 fogad. Szabad! Szabad, szabad! Adj Isten jó napot, én már itt vagyok, farkasbőr bundámon a likak igen nagyok. Azt is az éjjel a farkasok tépték széjjel, de tovább már nem tudták, mert én derék pásztorlegény vagyok. Hát tízebet, ez te, hisztok, vendégeskedtek? A vén, öreg, szűrő szájú, csajka bajszú, nagyapátokról el is felejtkeztek? Én odakint csak rázom, fázom, a bolhámot rázom. Menyecskék után szaladgálok. Kaptam, fogtam, behoztam egy butykos, kint hagytam sok taknyos. Ennél innál öreg. Te hol jársz? Hegy alatt. Juhaidat hol hagytad? Domb alatt. Kit hagytál rá vigyázni? Kit hagytál rá vigyázni? Fokosan Meri. Meg is őrzi az? Jobb az, mint én mindnyájan. De
Most lejárják is őket. Mondj egy újságot, öreg! Mikor én még a hadban generális voltam, pulykákat, libákat meg megtáncoltattam, cserefa füstit tarisztjámba tettem, nyulak heverését bottal agyonütöttem. Vár én többet bacsójuhász nem leszek, erre a puha gyepre ide lefekszek, hogy az angyalok a mennybe felvigyenek. Ves öreg keresztet! Hogy mondod, édes fiam, egyek meg egy sós pereszet? Nem, öreg, ves keresztet! Értem, édes fiam, egyek meg egy magam sós pereszet? Nem, öreg, ves keresztet! Hogy kell az, édes fiam? Az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Egy, de jól megtanultad. Atyájé, kutyájé, ezt a hang bekaplak. Én most már ide lefekszek. Ossz egy darabon föl, ne felcsetek. Gloria. Gloria. Hallod, öreg, gomolya? De jó volna, ha kettő házi subámolába gurulna. Helyt, öreg. Mi az, édes fiam? Tejj fel, eredj, nyalj fel. Nem, öreg, kelj fel. Hány óra van, édes fiam? 3:45 feltáll. Küld előre 7-re. Kelj fel, öreg. Ne verekedj, édes fiam. Nem olyan könnyű egy 770 éves öregembernek felkelni? Emelincs magadon. A juhász nagyon randolva, egyik dolgok a másikra, szeregeti nyáját, újabb urujáját, szemét a néli világát, amely úrna urujáját, előveti a tudáját, fele újabb urujáját. Elég, mert már a csizmám talpa is kiukat. De se baj, itt van az a fogsiszkáló, majd bedugom véle. Kedves atyám, hogy szereznek szülőt hének, Szűz Mária, így énekelt Istennének. Én egy szépet zengek néked, gyöngyvirágom, Únybé fényes szemecskédet aranyágom. Ha lehetne, a szívembe fogadnálak, ha lehetne, a lelkembe bizárnálak. Lelkem lenne lakóházad, gyöngyvirágom. Lelkem lenne lakóházad, aranyágom. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Hely, de kitanultad az illemet? Én csak úgy köszönök, békesség veletek. Héten, mi az a nagy fényes? Gyert a világ, öreg. Hát az a gyapjas? Kis bárány, öreg. Hát az a nagy fül? Kis szamár, öreg. Hát a kis Jézuska hol fekszik? Ott fekszik, öreg. Mit hoztál, kis Jézuskámba? Hoztam egy tokjót, jó lesz majd a bográcsba. Hát a fajtás mit hoztál? Én hoztam egy köcsög aludtelet. Hát te pajtás, mit hoztál? Én pedig hoztam egy karék kenyeret. Köszönöm, fiaim, kedves ajándékok. Köszönjük nektek, hogy így meghallgattatok. Mi hozzánk így jó szívvel voltatok. Az Isten áldása szálljon rátok. Tiszta szívemből kívánom. Amen.
Hát te öreg, mit kívánsz? Én csak azt kívánom, hogy a gazdasszonynak vigye el a görény a legszebbik csukját, én meg aláljam meg a legszebbik lányát. Szerintem kis falujában, karácsonykor ébrészájban, fiú is szememben lett, mint is gyermek született. Őt nevezték Jézusának, édesanyját Máriának, zsigójába takarta, befektette jászolnak. Az angyalok fenn az égben, mennyei nagy vigyességben, fenyerték az éneket, dicsőség az Istennek. Szengedték az éneket, dicsőség az Istennek. Békés karácsonyt kívánunk mindenkinek, és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Még maradhatunk itt ezen a helyen, és mivel alulról fázik mindenki, a kiáratnál lehet egy pohár finom forró teát kapni, és egy kis pogácsát. Köszönöm szépen a gyerekeknek a közreműködést!